Köszöntjük kedves hallgatóinkat, ez itt a Fokozott Hangkatás, a honvédelem.hu podcastjának legújabb adása. A haderőfejlesztés keretében a korszerű harceszközök beérkezésével egy-egy konkrét alakulathoz vár kalandvágyó, elhivatott fiatalokat a Magyar Honvédség. Nincs ez másként Tatán, a Klapka György első páncélos dandár, Vitéz Barankai József első önjáró tüzérosztályánál sem, hiszen a világ egyik legkorszerűbb önjáró lövege a PZH 2000 lendő kezelő személyzetének. Bruttó 737 ezer forintos illetményt kínáltak. Vannak közöttük olyanok, akik a Honvéd programban szereztek tapasztalatot. Rajtuk kívül területvédelmi tartalékos katonák, de fegyverműszerészek és sportolók is megtalálhatók. Az ember a Vasra toborzó kampány keletében immár ötödik hete zajlik a jövő tűzéreinek alapkiképzése. Az eddigi tapasztalatokról, kihívásokról, a bevonulók kompetenciájáról, összetételéről, valamint a tűzérség megújításáról Péterhad Péter hadnagyal az alapkiképzésen résztvevő állomány második századának századpalancsolatokról, helyettesével, valamint Lelegergő hadnaggyal, az első század század parancsnok helyettesével beszélgetünk. Sok szeretettel köszöntelek titeket a stúdióban, és köszöntjük a hallgatókat is. Szép napot! Szép napot! <laughs> Először is meséljetek, kérlek, a haderőfejlesztés keretében Magyarországra érkező PZH 2000-es önjáró Mit lehet erről tudni? Nos, ez a világ egyik legkorszerűbb önjáró ez egy 155 mm-es űrméretű 52-es kaliberű eszköz, ami képes 30 és a fölötti elérésére. A gép autonóm, ez a navigációs rendszerének, illetve a beletelepített digitalizált rendszereknek köszönhető, a magának a tűzvezető rendszernek, illetve teljesen automatikus töltőrendszerrel bír, ami az, amellett, hogy teljesen automatikus, amellett analóg is kézzel is lehet üzemeltetni. Tehát, hogyha bármilyen fennakadás történik, valami félreműködés a rendszerben, akkor mindent kézi erőből is ki lehet váltani. Tehát az eljárások, amiket használunk, a régieket is meg tudjuk tartani, illetve ezek nyilván frissülnek, és egyre korszerűbbek is egyben. A kezelő személyzet esetében mi ebben a kihívás? Mi a legnagyobb kihívás számukra? Hát biztosan az a, a, a sok gomba, ami benne van, az, 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 az kihívás lesz, illetve gyorsan kell bent szerűen dolgozni. A, ez az eszköz képes arra, hogy két percen belül kijut egy tűzőállásba, ott nyolc granátos tűzszalatot elvégez, majd utána visszarendezi magát és elhagyja a tűzőállást. Ez egy nagyon gyors időintervallum, és ebben a, az időintervallumban belül a gépben ezeknek a a kezelőknek nagyon komolyan össze kell dolgozniuk, és pontosan kell végezniük a munkájukat, amit természetesen gyorsan is hajtanak végre. Az Ember Tavasra kampány keretében számos helyszínen mutatták be a löveget, és ezáltal ugye meg is nőtt az érdeklődés a tüzérség iránt. Mik a tapasztalatok eddig? Hát a jelentkezők számában ez megmutatkozott. Több helyszínen is ott voltam, és abszolút siker volt maga az eszköz, rengetegen voltak rá kíváncsiak, rengetegen kérdeztek mindenféle kérdéseket az eszközzel, a tüzérosztályjal, a Magyar kapcsolatban, illetve ez korosztályban is teljesen sokszínű volt az egészen pici gyerkőcöktől kezdve, akiknek az első katonás élményüket tudtuk adni, egészen értelmeszerűen a mi célközönségünk is ott volt, és velük is beszéltünk, illetve régi öreg katonák is, akik a múltban szolgáltak, ők is kijöttek és megnézték az új eszközüket, és volt kis nosztalgiázás, anekdotázás, egyebek. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon sikeres, nagyon sikeres körút volt. Új fejezet nyílt február 12-én és 13-án azoknak az életében, akik ugye megkezdték szolgálatukat a Tatai Dandár állományában. Ők lesznek a remélhetőleg ugye a jövő tüzérei. Ők azóta milyen kihívásokat találkoztak? Mik a tapasztalatok? Az alapkiképzést alapvetően egy kétetes felkészítő blokkkal kezdtük. Ugye tízhetes az alapkiképzésünk. Az első kettő hétben a, én úgy gondolom a legnagyobb kihívás az a katonai testnevelés volt. Ugye akik a civil életből ö, érkeztek, nem annyira rendelkeztek azzal a fizikummal a legtöbb esetben. Persze voltak kivételek, amit ugye a hadsereg, a honvédség megkíván a jelentkezőktől, és így az első két hét az alapvetően a fizikai felkészítésre fókuszált. Én úgy gondolom, meg a tapasztalatokból, amik amiket a katonáktól begyűjtöttünk, hogy itt a fizikai felkészítés volt a legnagyobb kihívás. Napi kettő testnevést kellett végrehajtsuk egészen mind a két héten folyamatosan és azért, amiket én is beszélgettem a frics katonákkal, ők mindannyian ezt jelölték meg a legnagyobb kihívásnak. Nyilvánvalóan itt elméleti oktatás is van. Milyen arányban van ez a gyakorlati elemekkel? Az első két hétben alapvetően inkább a gyakorlati foglalkozásokon volt a hangsúly, ugye, ahogy említettem, főként a katonitás nevelésen, de emellett ugyanúgy az alaki kiképzés is megjelent már, és ugye elkezdtük az elméleti foglalkozásokat is alapvetően, hogy hogyan illeszük be őket a Magyar Honvédségbe. Főként itt a Magyar Honvédségre vonatkozó jogszabályokat ö, ismertettük velük, szolgálati szabályzat ismeret, honvédelmi ismeretek, főként ezen volt az elméleti oktatáson a hangsúly. Mi a különbség, vagy van-e különbség ahhoz a képest itt az alapkiképzésen, mint az egységes alapkiképzési rendszerben? Ugye, ahogy említettem, van egy kettőhetes alapozó hét. Itt rengeteg olyan dolgot csinálunk, ami alapvetően a korábbi alapkiképzéseken nem volt, nem került erre sor, ugye a katonai testnevelésre helyeztük a legnagyobb hangsúlyt. Itt még a testnevelési egyetemről is jöttek, különböző fizikai méréseket végeztek a katonákon, testzsír, testtömeg, magasság, és ugye ezekből az adatokból később rengeteg hasznos tapasztalatot tudunk majd begyűjteni. Ugye ezt majd később a következő alapkiképzéseknek a lebonyolításába föl tudjuk használni hogy például milyen fizikai mozgásokra lesz szükség ezeknek az embereknek, milyen típusú edzésekre, hogyan lehet alapvetően olyan katonákból majd később, hogy mondjuk úgy profi katonákat felkészíteni, akik alapvetően nem rendelkeznek a legjobb fizikummal, mikor bevonulnak. Hát azért is van ez a fejlesztés, ugye, hogy a fizikai erőlétük is folyamatosan kordában legyen tartva, és, és ugye ezt egyre jobban javítsák. mik még a kihívások, illetve hogyan néz ki a napirendjük És bírják-e ugye az egyre-egyre növekvő terheket ezek a fiatalok? Hát lényegében a napirendjük az nagyon egyszerű. Kezdik 5-30-kor egy ébresztővel. De bár ez már a második etapban van. Ugye az előző kettő hétben ott később keltek fel, Ugye az egy inkább egy beillesztő, egy beszoktató két hét volt lényegében. A, jelenleg már ugye folyik az alapkiképzésnek a fő ez egy 5, 5 es intervallum, itt 5-30-kor kellnek, ezt követően egy reggeli és foglalkozást hajtanak végre, utána egyéni tisztálkodás és körletkarbantartást végeznek, majd utána egy szemlét követően elmennek reggelizni, Utána van egy reggeli sorakozó, ahol az aktuális információk kiirdetésre kerülnek, majd ezt követően elvonulnak a foglalkozásokra. A kihívás az abszolút lehet maga ez a szocializáció, tehát beilleszkedni egy, egy viszonylag konzervatív közegbe, ami maga a Magyar Honvédség, a jelentések, a katonai érintkezés, az alakisága, ezeknek a frissen bevonult katonáknak, ezek mind olyan dolgok, amiket ugye nem követel meg a civil élet, hogy egy helyben tudjanak állni hosszú időn keresztül, és egyebek. Ezek szintén nehézségek egyébként, bár nem tűnik annak, de, de ez, ez hozzászokni, ez nehézséget jelent, de abszolút azt látom, hogy remekül fejlődnek, és egyre közelebb érünk ahhoz, hogy ezt már saját tetelsártítsák és beépítsék a, jövőben egy kis Mennyire sikerült nekik összeszokni? Milyen a csapat összetétele? Illetve el tudtak-e már kezdeni úgy gondolkozni, hogy nem egyénként, hanem csapatszinten? Alapvetően, hogyha ez nem ismerne nekik, azért ezt segítjük. Tehát ö, rengeteg olyan feladatot csináltatunk velük, amik a csapat kohéziót próbálja erősíteni, csapatépítő feladatokat. Ugye, hogy ez szintén egy testnevelés foglalkozásnak például remek eleme lehet csapatépítő játékokat csinálni velük, vagy hát nem is játéknak nevezzük, mert ugye ez kiképzés. Ö, illetve hát ö, én is emlékszem a saját alapkiképzésemről, tehát az, hogy ki milyen körletbe kezdi el azokkal az emberekkel az alapkiképzést, ez nagyon fontos, és ilyenkor mindig egy jó szellem tud kialakulni. A feszes napi rendben ugye egymásra is nagyon kell számítani ugye fedezni a másikat, segíteni a munkát, tehát az alapvetően ez egy nagyon jó lehetőség, hogy jó barátságok hangulat alakuljon ki. Igen, a korosztályt tekintve egyébként vannak idősebbek is, főképp olyan emberek, akik volt katonák voltak valamikor még régebben, de többnyire a túlnyomó többség az fiatalokból áll, és abszolút nem, nem mondanám azt, hogy felfedezhető a korosztályban légy, különbségekből kifolyólag bármilyen probléma. Tehát nagyon jól vegyülnek el egymásról. És gondolom az ország különböző pontjáról érkeztek. Tehát Abszolút, mindenhonnan, mindenhonnan, Mi lesz a következő? Ugye most járunk az ötödik hétben, mi vár még rájuk? A következő héten, ami az én századomnak, mert ugye alapvetően eltér a kettő századnak a kiképzési rendje, nyilván, hogy ne fedjük egymást annyira, jövő héten robbantás foglalkozáson fognak részt venni, majd ezt követi egy éles lövészet is, a következő azt követő héten lesznek még ugye ABV-foglalkozások, ami egy tűzakadálypályát jelent, egy gássátort, különböző vegyvédelmi feladatokra való felkészülést, illetve még lesznek ezen felül lövész ö, alapozó felkészítések is, illetve majd a végén még egy ellenőrző éles lövészet. Illetve az, bocsánat, ezt kiadtam, még kézigránatot is kell nekik hajtani, az alapkiképzésnek ez is a részét képezi. Utána miként adnak számot a tudásukról? Lesz esetleg valami járőrvizsga az eskütételt megelőzően? Igen, egyébként ö, folyamatosan mérjük őket, a mind ö, teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, hogy harcászati kiképzés, katonai testnevelés, legyen az lövészet, folyamatosan gyűjtjük be az eredményeket, ellenőrizzük, mérjük az időt, a normaidőket ö, próbáljuk ellenőrizni, hogy végre tudják-e hajtani, ugye ezeket ugye mérjük és ellenőrizzük, és ugye ezeket az adatokat pedig bedolgozzuk. Ugye az később majd, amikor elvégzik az alapkiképzést, hogy az eredményük ez számítani fog. Bizonyára beszélgettek ugye a, a, katonákkal és a jövő tüzéreivel. Ö, szerintetek mi készíteti a fiatalokat arra, hogy egy ilyen hivatást válasszanak, és ugye esküdt tegyenek a hazaszolgálatára? Mi motiválja őket? Alapvetően ugye van egy, van egy jó keret. Tehát maga az illetmény, amit kapnak, ugye ez a 737 ezer buttó illetmény, ez egy nagyon jó kiinduló alap. Én azt szoktam mondani, hogy a hivatástudat az nem, az nem csak úgy ott lesz az emberben, az van neki egy kis csírája, és az majd szépen ki fog alakulni benne, és ez nyilván sokkal szélesebb lesz majd a katonai pályafutásának a, a folytatásába, de abszolút a, a szeretet, de mellett nyilván a kalandvágy is benne van, érdekli őket ezek az új eszközök, és egy jó közösséghez akarnak tartozni. Én azt veszem észre, hogy igénylik ezt a, ezt, a, ezt a közösségi szellemet, amit ott meg is kapnak. Szerintem ez bőven benne van, hogy Petri, neked milyen tapasztalt igen, a tapasztalat tényleg, hogy a, az életménynek van egy vonzó ereje. Tehát ezt nagyon sok embertől hallottam vissza, illetve hogy a kalandvágy is, a, alapvetően a pzi mint új haditechnika, neki is volt egy vonzereje. Meg hát ugye a történetek, amit hallanak más ismerősöktől, szülőktől, így a katona életnek van egy ilyen, hát hogy mondjam, romantikája, de, de ugye nyilván amint bekerülnek a kapuján, ez, ez egy kicsit ugye valóságá válik, és nem mindenkinek tetszik, de alapvetően igen, ez a haditechnika, az, hogy ott van a PZH, és meg lehetett nézni, közel lehetett hozzá kerülni, ennek igen, egy nagy vonzó ereje van. Illetve azt hozzátehetjük, ugye, hogy nekik a lakhatás az ugye biztosított, tehát laktanyán belül, illetve az étkezés is, tehát akkor, akkor, ezek, ezek ilyen remek plusz lehetőségek. Nem sokára akkor, hogyha ezek az izgalmas etapok még ugye odébb vannak, de lesz majd egy eskütétel, ugye az az éke, ennek az alapkiképzésnek az egyik legmagasztosabb pillanat, arra is gondolom folyamatos a felkészülés, vagy folyamatos lesz majd a felkészülés például az alaki terén, illetve hogy ezeket is elsajátítsák, ami utána mi lesz? hogyha elvégezték az alapkiképzést a katonák, mindenki ugye kapott egy beosztást felszereléskor, akkor szépen szétoztjuk őket az ütegekhez, ahol ugye fölvették őket. Valaki pézihára fog kerülni, valaki a felderítőtekbe például hozzánk fog kerülni, és akkor itt szépen ugye megkapják azt a szakkiképzést, amire szükségük van, hogy a szakfeladatokat végrehajtják. Tehát utána van kvázi a specializáció. Igen, igen, szépen mindenki megtanulja, hogy azt a szakmát, mert ugye azon belül, hogy tüzén rengeteg munka van, lehet valaki a lövőüteknél, a PZH irányzó, valaki a felderítő ütegnél lesz mondjuk optikai figyelőponton, van, aki mondjuk a törzs támogató ütegben lesz lőszer szállító rajba beosztott katona. Ezeknek minden ilyen beosztásnak van egy speciális szakmai követelmény, ezeket a szakki képzésen fogjuk nekik megtanítani. Beszélgettünk már arról, hogy számukra mi a kihívás, de hát azért a kiképzőkre is nehezkedik súly. Mi a ti feladatotok? Lényegében egy kiképzési terv alapján hagyjuk végre a foglalkozásukat menedzseljük magát ezt a, ezt a kiképzést. A foglalkozási témaköröknek a kidolgozásával foglalkozunk a, a, termeknek és a, a, területeknek a berendezésével, nyilván ezeknek a végrehajtásával, de koordináljuk a, az anyagfelvételüket, koordináljuk lényegében minden pillanatukat reggeltől estig. Tehát a kiképzők azok nagyon magas óra számban dolgoznak, és emberfeletti teljesítményt nyújtanak, van, aki bőven reggelbe jön, és aztán 11 órakor megy haza. Szóval van, van munka ezzel az egésszel, és ez lenne lényegében a, talán az, ami a legjobban kiveszi az emberből az idő, amit ott eltölt folyamatosan, és nyilván hibázni ezt nem nagyon lehet. Hát hatalmas a felelősség is, Ég ugye? Igaz. ugye? Nem tudom, hogy te miket tapasztaltál. Igen, ugye alapvetően az alapkiképzésnek az a célja, hogy folyamatosan foglalkoztatva legyenek a friss katonák. Tehát itt egy olyan stresszfaktort kellene rájuk helyezni, ami ugye feldolgozza az ő szintjüket, hogy ugye később majd, hogyha bármilyen megterhelést kapnak így a munkából, gyakorlatokból adódóan, hogy ezt el tudják viselni. Ugye az az alapkiképzésnek az egyik legnagyobb feladata, hogy folyamatosan foglalkoztatva legyenek és ugye a későbbiekben, amikor majd egy hirtelen megterhelés jön, mondjuk egy gyakorlat, akkor ugye ezzel már sokkal könnyebben bírkozzanak meg a katonák. Ugye ez ugye meg rengeteg kiképzői munkát igényel. Úgyhogy amennyire, próbál, amennyire tudjuk, úgy koordináljuk, pihentetjük mi is a kiképzőinket, de nyilván egy alapkiképzés mindenkinek sok munkával jár. A kiképzés számotokra új terület, vagy eddig is voltak, voltak ilyen feladataitok? Főleg szakkiképzés jellegű feladataink voltak, igen, ez nekem is az első alapkiképzésem. Alapvetően inkább, ugye már a ö, alapvetően felkészített ö, katonákkal kellett nekem is dolgozni. Így egy, egy eléggé új terület, így nekem is ez az alapkiképzés, de ugye annyi előnyünk van, hogy itt egy kicsit talán egyszerűbb az általános katonai, katonai kiképzésnek a témaköréit oktatni. Szerintetek milyen lehetőségek rejlenek abban, hogy ilyen, úgy, újonc és, és ugye fiatal tisztekkel, katonákkal töltsék fel a honvédség tüzérségét? Tehát feltöltött alegységgel lehet igazán dolgozni. De sokkal nagyobb volumenű gyakorlatokat tudunk végrehajtani. Az eszközöknek a kezelése is szerűen nem lesz olyan, hogy mondjuk valaki hiányzik mondjuk a gépből, akinek ott kellene lennie. De szerintem főképp az, hogy nyilván itt egy, egy bizonyos készültséget szeretne elérni ez a tűzérosztály feltetőtséggel és cselekvőképességgel, amihez katonák kellenek, és ezeket pedig most megkaptuk. Tehát kiképezzük őket, és dolgozni fogunk kőkeményen. Igen, nagy csodákat lehet tenni egy feltöltött alegységgel. De alapvetően ö, komolyabb gyakorlatokat így lehet ö, szervezni, amik ugye alapvetően inkább arra készítik fel majd a katonáinkat, hogy ö, tényleg, hát nem is az, hogy élményszerűen, de alapvetően a kiképzésnek, tehát mint egy har harci helyzetet, egy háborús helyzetet tudjunk teremteni, és ez viszont tényleg csak feltöltött a lehetsége lehet ö, nekiugrani egy ilyen gyakorlatnak. Végezetül az lenne mindkettőtökhez a kérdésem, hogy szerintetek miben rejlik a katonai hivatás szépsége, és miért jó most katonának lenni? Hát az emelt életmény miatt biztosan azt, ö, azt ki tudom emelni, illetve hát ugye modern haditechnikával jó dolgozni, főleg, hogyha ez is biztosítva van. Ugye ez mindenkinek más, minden rendfokozat kategóriának, minden beosztásnak más, hogy ki mit szeret a munkájába, én azt gondolom, hogy itt a frissen bevonult katonáknak lehetőségük lesz egy olyan fegyvernemnél dolgozni, ami ugye a honvédségen egyed, egyedül Tatán van, és nagyon speciális feladatokban tudnak részt venni, amit igazából úgy nagyon más nem mondhat el magáról. Csak ugye mi ott Tatán, a tüzéreknél tudunk majd ilyen képességekre szert tenni. Rengeteg kiképzésbe tudnak majd részt venni rengeteg élményt tudnak szerezni, rengeteg olyan dolgot tudnak megtapasztalni, amit civilként nem lenne lehetőségük. Hát most mit mondjak? Izgalom, izgalom hátán. Nem egy wellness központ, nem egy gólyatábor, ez a Magyar Honvédség, ahol az ország védelme a küldetésünk. Most őszintén, mondj valami vagányabbat annál, mint amikor egy érintőképernyőn bepöckelsz egy gombot, és ez itt maga 55 tonnájával megindul a laktat, és percenként lead 10 lövést. udah Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Mi köszönjük. Köszönjük a figyelmet. Ha kedvet kaptatok ahhoz, hogy egy modern és nagy tűzerővel rendelkező önjáró löveg kezelő személyzetében szolgáljatok, regisztrálhattok az irányaserek.hu oldalon és a toborzó irodákban. Amennyiben tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a Fokozott Hangkater Spotify csatornájára, de megtaláltok minket a Magyar Honvédség YouTube csatornáján, valamint a honvédelem.hu-n is. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. ¡Gracias! <t>